Sziasztok, Nara vagyok. Egy újabb étterembe próbálunk ki, a Wasabit, nem tudom, mennyire ismeritek. Pesten vagyok, és bocsánat, az ajok én megint. Ami egy japán étterem, és már voltunk itt többször barátnőmmel és isteni. Finom, kár, hogy barátom nem jött velem, de majd máskor. Szóval ez olyan, hogy futószalagon menj, mert melletted a kaja, és te veszed le, és azt teszel, amit akarsz. Szóval annyit teszel, amennyit akarsz, közben nézek, de nem érdekel. És akkor igazából befizetsz egy összeget, kaját azt nem kell fizetni, csak befizetsz egy kaja összeget, egy menzedíjat, vagy hogy mondjam nektek, az italt azt külön számolják, azt mindet felszámolják, az italt, amit iszol. Szóval csak úgy a kaja korlátlan fogyasztás, ha még így van a wasabi, úgy tudom. Szóval nem mutatom kívül, meg belül, aztán együnk egy jót. Nem egy olcsó hely, azt aláírom, de mivel ügyes voltam, és sokat voltam most fent forgatáson, és ügyes voltam, szóval kell egy kis lazítás, szóval tartsatok velem ebbe a lazításba. Majd jövök a következő videóval, Nara voltam, sziasztok! Egy fügés kókuszos limonádé, vagy házi, nem is limonádé, házi tea, vagy jeges tea, vagy mi a jó isten. Szóval van itt gyöngyvér, ez nem tudom micsoda, van wasabi szósz, meg szója szósz, ezeket adnak a kajához, meg egy ilyen pálcikoletevő, akkor itt valamit már megettem. Szóval van itt minden jó, hogy vásároltok. Aztán jaj, vannak a... Na, jó kis halatok. Meg itt van a tábla, ha valami nincs a szalagon, akkor ezen tudtok rendelni ilyen dolgokat. Majd a végén majd csinálok egy ilyen összefoglalót, és elmondom, milyenek voltak a kaják, meg egy pár dolgot még. Szóval, sziasztok! Sziasztok, itt vagyok a szállásom már, én itt jelentkezek be nektek, tudom nem jól fényviszony, jobb a stb. A wasabival visszatérve minden finom volt, szóval ilyen volt. Jó izé, de deszreltem magamat, szóval javaslom nektek a étermet, mert kiváló volt. Italba, ételbe, hangulatba, mindenbe, szóval igen. És miért megkérdeznétek, hogy... Közben itt járkanak az emberek. Megkérdeznétek, hogy én ez miből fizetem ezt a sok mindent, meg ilyesmi dolgozok és saját pénzemből. Ezek ugye segítenek nekem a szüleim, vagy van egy kis, igen, így támogatnak, és ugye ezekből vannak ezek a videók, szóval minden saját költségből állok, mielőtt azt hittnétek, hogy ezekben a videóban valaki támogat, de nem támogat senki. Ez mind a saját költségemből állom nektek, meg magamnak is. Ne kellett pihenés, de majd októberben vagy novemberben nézzetek meg majd a csatornán. Magyarország szeretlekben leszek, most a tisztálkodok, vagy ott voltam két napot, igen, tennap meg tennap előtt. Holnap meg most megyek a Docs, vagy milyen nevű filmbe, inkább sorozat, szóval kemény nap, napom lesz, szóval igen. Még gondolkozok, hogy valamit mondani akartam-e.
De nem, szerintem ennyi. Aztán megkodtam, hogy még eszembe jut valami az étteremről. Lefényképeztem nektek a bokot is, hogy lássátok át, hogy mi mennyibe kerül ott. Aztán a infókat róla leteszem oda az infobokba szokásosan. Szóval... Igen. A drága barátnőm az hiányzott. Már ugye együtt szoktunk menni ide. De hát majd máskor. De... Jól van. De most már megyek pihenni, fürdeni. Sziasztok, Nora voltam. Puszi nektek, ölelés minden. Nézzetek meg videómat is, és a tévébe is. Szóval sziasztok.